This is battered Budapest under the brutal Russian boot. Soviet tanks roam the streets amid the ruins they made as communist secret police hunt down heroic freedom fighters. Here for all the world to see is grim evidence of the brutality and savagery with which the red tanks blasted a defenseless people and their city. Refusing to live under Soviet tyranny, refugees stream into Austria. They flee with little more than the clothes on their backs. In 6 weeks, 120,000 Hungarians slip out of their troubled homeland. 1,300 refugees find asylum in Holland, one of 16 countries offering new homes to the latest victims of communist inhumanity. Het is mijn voorrecht de Hongaren die deze dagen in ons land aankomen namens het Nederlandse volk van ganser harte welkom te heten in ons midden. Ik zal proberen het in het Hongaars te zeggen. Isten hazat benneteket Hollandjabon. Laat onze drang tot helpen zich nu zo uiten dat wij allen trachten ons rekenschap te geven waaraan onze gasten, die vol vertrouwen bij ons gekomen zijn, de grootste behoefte voelen. Deze wegen om een duimpje. Ik heb hier leren auto rijden toen ik 17 was. Nou, dus mijn middelbare schoolvrienden maakten altijd grapjes van Kat heeft leren rijden tussen de schapen. Dorp waar mijn vader als kleine jongen is opgegroeid, waar mijn opa en oma hebben gewoond, waar mijn tante altijd elke zomer is. Pista is op stap. Die heeft achterin twee hele mooie paarden, maar hij is er niet, helaas. Mijn vader is gevlucht ergens toen de opstand al was neergeslagen, dus eind oktober, begin november in 1956. Vanaf zijn 14 al, dan zeggen ouders geen geld meer om naar school te sturen. En hij wilde sowieso geen boer worden. Dus hij besloot toen hij net 16 was, om hier weg te gaan. De itt voltál, mikor a apu próbált menekülni. Hát persze, mert várták az utcán, fütyültek neki, kiabáltak. Mert megbeszélt haverokkal, hogy persze, együtt menne? Persze, akik mentek innen, diszidáltak, azokkal meg volt beszélve. És akkor itt voltál akkor 56-ban, ja. És hallottad, hogy jönnek a... Persze, akkor hazajöttem, és kiabáltak. És a Zoli ki akarta hozni a biciklit. Mert honnan? Itt? Nem, ott, onnan. A bent? Ezzel, a folyosóból. Hát akkor nem volt ott a varrógép, törőd, meg ilyen semmi. Azt akart kihozni, és én nem akkor tudtam, hogy ő, ugye kiabálnak neki. És úgy hátba vágott. Igen? Hogy nem engeded? De nem erősebb voltál. Nem voltam erősebb, csak... Befele nyílnak az ajtók. Ja, és nem tudott kijönni. Nem tudott. Hát már ha kifele nyíl, akkor kimegy. Ja. Akkor ellökem onnan, de hiába az ajtóhoz odaálltam, nem engedtem. Ja. A srácok meg elindultak. Persze. Hát egy darabig vártak, aztán elindultak. Ja.
És akkor utána mégis megszökött egyedül. Elment. Ja. És a szülőktől el se búcsúzott? Azt mondta, hogy Almáért megy. Igen. De eigenlijk maar één grens over en dat was de grens tussen Hongarije en Oostenrijk. Met dat prikkeldraad, met een aantal studenten, hoe ze daar doorheen zijn gekropen terwijl er op hen werd geschoten. En toch heeft dat de rest van zijn leven kennelijk zo'n impact op hem gehad, dat hij vaak 's nachts wakker werd met nachtmerries. Je laat wel als 16-jarige al je familie en vrienden in zo'n dorp achter. En je gaat alleen naar het buitenland zonder dat je nog de mogelijkheid hebt natuurlijk om terug te komen. Hogy vagytok? Igen? Én el voltam. Igen? Persze, már én. És a gyerekek? Tudom, nem. Aha. De látod őket? Hát voltak itt, tegnap előtt voltak. De te? Erőbe? Egészségesen? Puszi, hello! Hoe vond jouw vadersverhaal jou? Ik ben natuurlijk opgegroeid met twee Hongaarse ouders. We spraken thuis altijd Hongaars. Dus natuurlijk heb ik ook heel erg een band altijd gehad met dit land. Met mensen die hier wonen. Dus dit is ook een onderdeel van mij. En je beseft je als je zelf een migratiegeschiedenis hebt. Als je vader ooit zelf in UNHCR minderjarige vluchteling was. Dat er altijd een verhaal zit achter zo'n persoon die vlucht. Grenzsoldaten, die fahren, es sind hoch, die fahren, weiße Fahnen. Es sind weiße Fahnen. Okay, Deuteren, muss vorbei. Tussen Oostenrijk en Hongarije een picknick te organiseren. En in de bosjes verstopt zaten 600 mensen uit Oost-Duitsland. Die hadden gehoord dat hier de grens even open zou gaan. En die 600 mensen zijn hier in één keer, terwijl de grens nog dicht was, was nog communisme, zijn hier in één keer door de grens gegaan. Het is een wonder dat er niet op hun geschoten is. En de Duitsers tegenwoordig zeggen, dit is de plek waar de eerste tegel eigenlijk uit de Berlijnse muur getrokken is. Semmi nem volt. Mert nem is jött át. Mezőgazdasági út volt, mert nem is lehetett közlekedni sokáig erre. Ja. És igazából ugye akkor még tűzparancs volt, úgyhogy az egy nagyon nagy csoda volt, hogy amikor ezek itt Ákron voltak, az a 600, hogy hát nem lőttek az út. Ja. Hát nem is, gyakorlatilag nem is nagyon tudtak itt átmenni. Nem. A feltő tónál próbálkoztak, ugye az légvonalban itt 2-3 kilométerre van. Ugye ott próbálkoztak a Nádasban, meg itt-ott, de hát ott se. Meg én úgy tudom, hogy egyébként az utolsók itt lelőttek. Egy 89 legelején, januárjában, az egy NDK-sú találkozó volt, aki a gyerekeivel ment, de csak szerencsé, idézőjelbe szerencséje, csak őt találták el, és akkor ő volt az, aki tudója. Tehát ez itt azért meg hát az 50-es évek elén ugye ezen a részen, meg ugye aknák is voltak, meg tapos volt meg. Kijk, in 1989 was ik natuurlijk 10
De enige wat ik me herinner is op het moment dat aan het einde van dat jaar de Berlijnse muur viel. Toen mijn vader voor de tv keek en mij erbij pakte als 10-jarig meisje en zei: Katty, dit moet je zien, dit is echt geschiedenis. En voor hem was dit natuurlijk ook een persoonlijke geschiedenis. Hij heeft zelf ooit hier ergens is hij de grens overgegaan. Tot 1989 was Hongarije natuurlijk gewoon een communistisch land met hele harde grenzen. En het is natuurlijk heel symbolisch wat hier gebeurde. Dit betekende vrijheid. Ik denk dat we soms niet genoeg waarderen wat die open grenzen gebracht hebben. Het is eigenlijk cynisch geworden dat voor mensen die vluchten, we opeens weer door heel Europa heen de grenzen hebben opgetrokken. Dat vind ik hier ook het pijnlijke. Hongarije had geen grenswachten meer. Duitsland had geen grenswachten meer. Nederland hebben geen grenswachten meer. En hier zien we opeens weer mensen auto's controleren. Niet omdat ze bang zijn dat Hongaren de grens overgaan, maar omdat ze bang zijn dat vluchtelingen eventueel op deze manier asiel kunnen aanvragen in Oostenrijk. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk, és megállítottuk az illegális migránsok százezreit. Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát. Ne engedjünk a zsarolásnak, védjük meg Magyarországot. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Az illegális bevándorlás hiába vet fel megoldhatatlan problémát és terrorveszélyt, szerte Európában hiába a véres valóság és az elborzasztó tények, a migránsok korlátlanul mozoghatnak egész Európában, amíg ügyüket véglegesen el nem bírálják. A 2017-es év kérdése őrizetbe vegyük és tartsuk a csőket, amíg jogerős döntős nem születik róla. Mi önöknek a vágyuk Magyarországra a jövő felé? Hát, hogy a gyerekeink sikeresek legyenek, mert ugye még sokan vannak. Maradjanak itthon. Maradjanak itthon, és hát itthon legyen boldog. Itthon legyen boldog. És mi kell ahhoz, hogy itthon boldogak tudjanak lenni? Hát egészség, pénz és szeretet. És a félelmei, hogy a jövő felé Magyarországon? Hát a munkanélküliség főleg. És örülnek még egy kérdés, én európai képviselő vagyok, de Hollandiának, nem Magyarországnak. És hallottam, hogy az előbb azt mondta, hogy attól is félnek, hogy az EU szétesik. És mit jelentene az, hogyha az Európai Unió szétesik az ő jövőjüknek? Szerintem akkor visszaáll lenne így az országok, tehát a kevésbé lenne kiegyensúlyozott Európa, már így is nagyon nehéz, ugye már a migráns kérdés is szóba jött, hogy hát azért, hát mi örülünk azért, hogy nem jöhetnek ide. Meg azért megvédjük az országot a kerítéssel, és a bizonyos országok meg nem szeretik, hogyha kerítést építünk, de mivel ezzel tudjuk meg tudjuk védeni. Tehát, hogy jobb lenne, hogyha egyetértésben lenne az országok között. Tehát, hogy azért az jobb volt, amikor nyugodtabb volt a helyzet. És mikor én mondom Hollandiába, az én apukám 56-os, 16 éves korában ment ki. És nekem mindig nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy mikor a magyar menekülteket fogadták be Ausztriába, Hollandiába, hogy Magyarországon miért van ez a félelem az emberek ellen. Tehát önök el tudják magyarázni a holland nézőknek, hogy mi ez? Az, hogy a mi kultúránkat így eltapossák, vagy valahogy eltüntetik a mi kultúránkat, mert ez nagyon egyedi a magyar. Mint ahogy Németországban is, hogyha egy csomóan érkeztek, és talán ott is mecseteket építenek, és nem szeretnénk, hogy ide is mecseteket építenek, holott amikor itt voltak a törökök, akkor is építettek. És minket állandóan idegen kultúrák próbáltak elfoglalni, hol törökök, hol habsburgok, hol oroszok, és most ne jöjjenek ide az arabok, vagy az afrikaiak, mert ez a mi hazánk. Szeretnék, hogy a boldogak lennék. Az 56-osok nem voltak ennyire tömegével, és nem ment ki az egész ország, mert hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy amikor itt voltak nálunk, akkor pont akkor született a legkisebb, és akkor így nem mentem a városba, és mondom, úristen, mi ez a sok arab asszony itt, és akkor így megnéztek, hogy miért viszem magam onnan a gyerekemet, lehet, hogy ők is így csinálják, pont nem.
meg elmentem a kőbányai úti piacra, és ott nagyon sokan feküdtek a földön, szegények, tehát a saját mocskukban, meg a papírokon, és pont osztottak nekik így takarókat, meg ilyeneket, de átmentem a túloldalra, és ott az emberi őrülék volt végig a járdán. Tehát az undorító volt, hogy az, lehet, hogy nem adtak nekik vészeket, de hogy ez a része, ez borzasztó. Tehát erről sokat beszélgettünk, mert van olyan orvos ismerősöm, aki nagyon jó, és Perzsiából jött, igen, de ő tényleg rendesen útlevéllel hivatalosan jött el, és ez jó dolog. Tehát most is, akihez járok egy orvoshoz, ő pedig Oroszországból jött, és Európában tanult, és ő is hivatalosan van itt. Tehát nem az, hogy utáljuk a külföldieket, tök jó, csak amikor nagyon sokan jönnek, az nagyon nehéz, nekik is nehéz. Ja. Nagyon szépen köszönöm. Hát remélem, még a nap is ki fog sütni. Én köszönöm. Szia! Denk je dat we soms te weinig begrip hebben voor? Dat we ons te weinig verplaatsen in een ander? Nou ja, ik probeer dus te begrijpen, oké, die mensen, zij zien veel andere media, veel gewoon echt van wat de regering ziet. En je groeit op met twee ouders die inderdaad, wat we dat straks zagen, die zeggen, die angst echt voeden. Dus ik probeer dat te begrijpen, maar alsnog vind ik het heel moeilijk om het echt te begrijpen. Ik denk, als wij niet kunnen begrijpen waar die mensen dan precies bang voor zijn, en daar geen antwoord op hebben, dat we het niet goed doen. Daarmee zeg ik niet dat je er mee eens hoeft te zijn, maar je moet wel, denk ik, goed luisteren, en dat doen we misschien soms te weinig. Eigenlijk zitten er hele basale angsten onder dat verhaal. En dan denken ze, ja, als hier allerlei andere mensen komen, wordt dit een heel ander land. Niet dat ik het ermee eens ben wat ze zeggen. Maar ik vind het grappig om te horen wat er allemaal bovenkomt in één zo'n gesprek. Semmihez nem jutott. Kívül be van kucolva, és annyit. És kiírják, hogy mondjuk ez készült mondjuk 150 millió forint, mondjuk 500 000 euró mondjuk. Ja. Dus ze hebben van buiten het huis opgeknapt met de EU-financiering. Dus het ziet er, als je er langs loopt, heel mooi uit. En hier is de afgelopen 40 jaar niks aan veranderd. Er is nog steeds geen gasleiding, geen elektriciteit. Hij zegt, we hadden liever gehad dat het hier binnenin voor mensen wat werkbaarder was geworden, dan alleen maar voor het zicht buiten het huis opnam. Az emberek nem beszéltek egymással, mert féltek a cigányoktól. A cigánytól félünk. A cigányról csupa-csupa negatívat tudunk csak gondolni. Ha beindul a cigányzene, akkor nem. Alapvetően nem gondolunk emberként rá, és ezeket a képeket kell, ezeket a mocskos képeket kell kitörölni az emberek agyából. Mire vagy a legbüszkébb, amit itt elérte? Nem vagyok semmi. Vagy mi adott legtöbb örömet, akkor kérjem, hogy... Ez már más kérdés. Hát több van, de egy nagyon fontos, amikor egy perui krumplit ültettünk, és helyben a legnagyobb tolvaj féltette a szomszéd falu csencsemétől.
Nem? Most gondolj el. Az, aki eddig ellopta, az attól félt, hogy más fogja ellopni. Ez az a krumpli. És akkor mondja nekem, Laci, mi lesz ezzel a drága krumplival? Mondom, Sanyi, ne lopd el, és meg lesz. Hát de Laci, eljönnek a szomszéd faluból. Hát én megvigyázom ám. Na, ez az igazi érték. Én nem vagyok polgármester, én nem vagyok az emberek mestere. Én nem vagyok a képviselőjük. Közöttük élsz. Itt élek, és nem rakok magamra címkét, hogy én ez vagyok, ők meg azok. Az egyik vagyok én is. Ne, tudom, ez az, tényleg utálom ezt a dumát, hogy ne halad hálót, ez annyira bocsmány szöveg. Tehát, hogy a szegénységnek ne halat adjál, hogy egyen, hanem hálót, hogy taníts meg horgászni. Akkora blőd duma, embereket nem lehet sorba állítani kajáért. Embereket nem lehet ijesztetni. Mi a közösségnek a definíciója? Mindig a pillanati közösség határozza meg a közösségnek a hangulatát. Kivetíthető a mi párbeszédünk az egyetemességre? Nem. Egyetemességről beszélünk, de nem egyetemesen gondolja a világ úgy, hogy nem pigmentgyűlölő leszel. Akkor nem a közösség, hanem az emberi párbeszédnek az ereje. És hogy te ebből mit viszel el? Én mit nem szégyelek elvenni tőle? És azt hogy merem majd továbbítani, amit tőled láttam? Ez fontos. Az a legfontosabb. Hogy igen, itt volt a fakir, és ma én ezt láttam tőle. What does it mean for you that Hungary is a member of the European Union? Alone Hungary, I don't know how much it can take. To some degree that we have alliances and countries that maybe back up us and we can adapt to. Yeah, I feel European, yeah. And why? What makes you European? Because I was once in America, in New York, and the whole lifestyle is different. I live in a European country and I like living there, and it's just so freedom. And it's a good feeling to know that I can go anywhere. Do you also feel European? Yeah. I do. Do you? Yeah, me too. Yeah? Definitely. When I talk to other European students from whichever country, I don't actually feel that they are different. Yeah. I mean, I kind of feel like a fellow partnership. This younger generation does speak good English. They are more open-minded, and they are. You could see that they're one generation ahead. They don't have the feeling of the old communism anymore. They're more free. They're more progressive thoughts. Yeah. You recognize this, though? Yeah, I think that our youngsters have a more diverse opinion on things like issues like this, like gay marriage and things that happen to be political, but are originally not a political issue. Well, the generation that actually had the opportunity to go abroad, to discover, to have their own experiences and make decisions based on real experiences, not on news and not on stories. How is it?
it to be as a citizen living in Hungary under Fidesz? Aki nem él a mai Magyarországon, nem is tudja elképzelni, hogy mi van otthon. Ez nem az az ország, ahol én 89-ben, 14 évesen örültem a vasfüggöny levontásának, ahol diákként megcsillant előttem annak a lehetősége, hogy kinyílik Európa összes kapuja. Most éppen bezárkózunk, és mind stílusában, mind hangulatában sajnos a világháborút megelőző időszak jön vissza. A történelem, mint tudjuk, folyamatosan visszatérő magához. A kérdés az, hogy hol állítjuk meg. Melyik az a pont, amikor felismeri a társadalom, hogy ha tovább így megy, akkor az egy nagyon komoly szembenállás fog jelenteni szomszédok között, családon belül, és ami a ugyancsak nagy probléma Európa és Magyarország között. 80%-os a támogatottság az Európai Uniós Magyarországnak, ami egyébként Kelet-Közép-Európában talán a legnagyobb. Ez biztos, hogy bennünk van. Bennünk van hosszú évtizedek óta, bennünk van 56 óta, bennünk van 68 óta, és bennünk van 89 óta, mindig az újabb fiatal generációkban. Erre tudunk építeni. Az Orbán kormány egy dolgot ügyesen csinál, hogy miközben folyamatosan lázít Brüsszellel és az európai intézményekkel szemben, ezen közben mindig elmondja, hogy ők Európa pártiak, csak ők meg akarják változtatni Európát. Nem szól másról mindez, az az állandó és hazug menekült és migráns ellenes kampány, a Brüsszel ellenes kampány, nem szól másról, mint hogy Orbán ezt az egészet egyfajta paravánként használja, hogy ne kelljen arról beszámolnia, hogy mit tett a magyar társadalommal, a magyar egészségügyen, a magyar oktatással, és hogyan tömte tele néhány oligarchának a zsebét, multimilliárdosokká téve saját családtagjait és barátait, Európai Uniós forrásból. De ő erről nem akar beszámolni a magyar társadalomnak, ő azt szeretné felmutatni, mintha valami fajta ideológiai harcot vívna. A csodát, ő a kassa kulcsát őrzi, és mindent ehhez képest alakít. Van reményem a fiatalokban, ők azok, akik a gyermekeink korosztálya, a fiam 18 éves, rendkívül kritikus. És nyilvánvaló, hogy ők azok, akik egyszer csak azt fogják mondani, hogy na, Orbán papa, húzz el innen, ne tettünk a jövőnket. Is there still a possibility in the current circumstances in Hungary to have again another democratic change of power? Bármit próbált a Fidesz elérni az elmúlt időszakban, nem sikerült kitépnie a földből a baloldali ellenzéknek az utolsó kis hajtásait. Ott vagyunk, van gyökerünk, és én azt hiszem, hogy a végén az igazság győzni fog. Nagyon nehéz, hiszen Magyarországon az ügyészségtől a teljes médiáig, a nyilvánosság egészét, a kormányzat ellensúlyát normális demokráciában biztosító minden intézményt lenyúlt, megfélemlített, saját haverokkal töltött fel Orbán Viktor. És ezt a társadalom még nem biztos, hogy érzi. Én abban bízom, hogy nem kell olyan mély megrázkódtatás, mint ami volt a történelemben többször, hogy felébredjen a magyar lakosság. Nincs így, hiszen senki nem kíván agresszivitást és erőszakot, de azért egy csendes forradalom el kell, hogy söpörje ezt a hatalmat. In Hungary, there are real parties and there are fake parties, and there's also actually a third category that falls between them, joke parties, like the Two-Tailed Dog Party, who've made promises including eternal life, two sunsets a day, a network of express buses which stop nowhere, and flooding the streets with beer on holidays to combat traffic problems. And if you're at all interested in what their candidates look like, I give you a truly incredible interview on Hungarian television. Tihirács József, az MKKP soproni jelöltje és szóvivője vendégünk. Jó estét kívánok! Kötkedés! Jó estét! A program mely részeit írta Ser? Mert azt olvastam, hogy 7600 oldalas a program. Kodács. Hadd kérdezzek még az időjárásról. Azt látjuk a környező országokban, hogy azért ott sincs már igazán hó a sí szezonban a hegyeken. Nem lehetne exportálni a havat?
We are like a mirror, if you want. If there is happening in the life, in the political life, we are a mirror. Yeah. So it's almost art. Yeah. It's not economical yeah. and other skills. It's just art and humor and be fresh to show reality, if you want. I was the Főpolgármester jelölt. Okay, the candidate for mayor. For mayor, yeah. For the mayor. Yeah. And it was really funny, and we saw that that people need other things than normal political activities. Yeah. And first step it was jokes, and after we take the part of other parties' job, and we make bus station renew. Bus station and everything is it's util, hasznosakat, hasznos dolgokat yeah, is csinálunk, yeah, nem csak. Yeah. Also useful, yeah, useful also things. Useful things, yeah. Yes. Hol állna, valami szerződésben vannak önök? Akkor mi? Akkor mit csinálnak? Választási kampányokat. Kettőig ez egy kampányesemény. Megtörve bár, de hogy van ember. Elkészült a polgármester jelölti busz megálló. Én azt gondoltam, fél óra alatt elkészülünk, ez volt mintegy 5 órával ezelőtt. Hozd el nekünk felcsútra a két farkú csodát. Elhozod nekünk az álmainkat, lesz itt még olimpiai láng. Építesz nekünk busz megállókat, és űrállomás is lesz talán. Mészáros, Mészáros László, szeretném a községházba látni a pofán. This is the statue of unknown politician. Of an unknown politician. Yeah. Yeah. And if we make something inauguration, we put it we there. Always bring you always bring and the unknown politician. Put, yeah. Flowers and but we should change the hat. But it's no problem. This is an original Piero trees. Yeah. And where is no plants in the town, yeah. We put it there, yeah. And the government they take it and put a real put tree. A real plant, so it's working. Yeah, cool. It's a Jarolófa. Yeah, it's your blackmail tree. Yeah, blackmail tree. Yeah. Cool. Nice. Life is beautiful. Who can be you against know, us? When you're so yes. angry. No! No! Gyakran feltett kérdés. Kopkodocskodok! You know the president, Mr. Gyurcsány? No. The former, yeah. No. Now, who is the president now? You mean Viktor Orbán? Ah, really? I don't know. Apparently, and he won again. Ah, really? Yeah, it's devastating. Ah. Yeah. But he make a good job, I think, because all the person who left Hungary to work in England, for example, yeah, or London, they earn money in London and send back. It's very good. Yeah, it's yeah. It's a modern exclamation. And you are providing also a different view from Hungary. Yeah. It's very, very. We are not in the mainstream of the media, so yeah. We are really on the platform of the people. Yeah. So yes. Yeah, it's fresh and it's true. Yeah. Because the other is not true. That's the sad reality. Yeah, yes. Maybe. Yeah. Yeah. Nou, meer elke zomervakantie kwamen we hier natuurlijk heen en het was altijd schitterend mooi weer. Ja. Mijn vader zei altijd, we gaan weer naar dat donkere land. En ik snapte daar helemaal niks van. Wat bedoel je nou met donkere land? Ik ben ver weg geweest, ik heb zoveel gezien en om te rusten ben ik thuis gekomen.
Arme paps. Gussie. Ik heb het niet op camera.